Az Epson a hagyományokhoz híven az ISÉ-re időzítette sok újdonságának az első bemutatóját. Több termékterületen jelentkeztünk új termékekkel. A legfontosabb talán az oktatás, ahol az interaktív projektorok egy új generációja lép piacra most februártól. Az újdonság az interaktív projektorokban az ugye, hogy egy minimális vetítési távolságról adunk interaktív felületet. Gyakorlatilag egy tábla nélküli, tehát aktív tábla nélküli interaktív megoldásról van szó, ahol maga a projektor lát el minden interaktív funkciót. Szintén újdonság az, hogy ezek a projektorok most már asztali használatra is alkalmasak, ez alatt azt kell érteni, hogy az asztal felületet változtathatjuk egy aktív érintő képernyővé, és ezáltal egy kollaboratív munkát tudunk ott végrehajtani az asztal felületén, kisebb csoportokban. A másik fontos terület az a hordozható projektoroknak a világa. Itt is új termékkel jelentkezett a gyártó, egy egészen kompakt kis méretű, 1,7 kg súlyú, viszont elég nagy teljesítményű, 3000 lumen fényerejű projektor család tulajdonképpen, az EB1700-as sorozat, ami olyan extrákkal van fölvértezve, mint a beépített wifi adóvevő, illetve a PC nélküli vetítés szolgáltatása, tehát gyakorlatilag akár egy pendrive-ról, akár wireless hálózaton keresztül le tudjuk vetíteni a prezentációnkat. Fontos új terület, egy kiegészítő terület még a dokumentumkameráknak a világa. Itt két termékünk van jelenleg a piacon. A DC06-os egy hordozható kis eszköz, ami a tanároknak azért különösen izgalmas, hiszen USB kapcsolaton keresztül számítógép közbeiktatása nélkül használható az osztályteremben. Gyakorlatilag egy digitális írásvetítőről van szó, ami sokkal rugalmasabban használható, mint a hagyományos alulról átvilágítós analóg írásvetítők. A másik termék már egy komolyabb, nagyobb felbontású dokumentumkamera, a DC11-es, 5 megapixellel, ez már videófelvétel készítésére, illetve egyéb fejlett funkciókra is alkalmas. A tanár akár egy kísérletnek a képét fölveheti, rögzítheti videóra, és azt le is játszhatja a diákoknak. Tovább lépve a termékkategóriákban, a nagy teljesítményű installációs projektorok közül is mutattunk be újdonságot, ugye a G5000-es szériában most már megjelentek a Wide UXGA, vagy népszerűbb nevén Full HD felbontású termékek, tehát 4-5000 lumenes teljesítménytartományban cserélhető objektívvel tudunk kínálni most már professzionális vetítőket, amik akár klubmozikba, akár komolyabb, nagyobb tárgyalótermekbe, előadótermekbe jó megoldás lehet. És végül, de nem utolsó sorban ugye a legnagyobb termékünk az igazán nagy előadókba, vagy akár bérlésre, rendezvényekre való Z8000-es sorozat, ahol már 6-7000 lumenes teljesítménnyel és nagy felbontással, széles képernyővel találkozunk. Két lámpás kivitelben, tehát a rendelkezésre állása, illetve a strapabírása ezeknek a készüléknek már kimondottan nagy. Más területre evezve ugye meg kell említeni azt, hogy a házimozi kategóriában is az Epson ugye elég jelentősen képviselteti magát. Itt most egy új technológia, az úgynevezett reflektív 3 LCD hódít. Ezek közül hoztuk most el a zászlós hajót, az EHR 4000-es típust, ami egészen kiváló minőségű, nagy kontrasztú Full HD képet biztosít, teljesen motoros optikával, tehát igazán azoknak való, akik professzionális házi mozi rendszereket akarnak otthon építeni. A legnagyobb újdonság az maga a technológia, tehát a reflektív 3 LCD technológia. Ugye az Epson által eddig is használt LCD panelek kiegészülnek egy tükörrendszerrel gyakorlatilag, ami a valós natív kontrasztot tudja megnövelni. Itt most már olyan natív kontraszt értékekkel találkozunk, mint 25.000 az egyhez, vagy 40.000 az egyhez. Nyilván az iris-szel támogatott dinamikus kontraszt ebben az esetben még nagyobb, akár 500.000 vagy 1 millió az egyhez. Másik újdonság az nyilván a készüléknek a kivitele dizájnja, ugye egy központi lencse elhelyezésű megoldással találkozunk itt most a korábbi hagyományokkal talán egy kicsit szakítva, és ugye ez az optika ez teljesen motoros mozgatású, tehát akár a lencse shiftről beszélünk, akár a fókusz zoom állításról, ez most már a távirányítóról megoldható, és nyilván helyet kaptak benne a nagy teljesítményű processzornak köszönhetően azok a képjavító algoritmusok, amik most elég népszerűek, a frame interpolation, tehát a képkocka kettőzés, illetve a 2-2-es pull down funkció, ezek mind
ugye már gyakorlatilag elvárások a professzionális házimozi világban.